Tovább folytatódik a Miskolci óvodakorszerűsítési program, amelynek részeként a stadion sportovoda is teljes felújításon és bővítésen esik át. A 70-es években épült intézmény állapota csaknem 5 évtizeden nem változott. A munka elkezdődött, a gyerekek és a pedagógusok pedig augusztus végén foglalhatják el újra a teljes körűen felújított óvodát, addig a közelben lévő Diósgyőri óvodában vendégeskednek. Már csak törmelékek maradtak az óvoda egykori teraszának helyén. Az épület bővítése után itt kap majd helyet az az új tornaszoba, amire a gyerekeknek már nagy szükségük volt. A stadionúti óvoda több mint 20 éves sportspecifikus intézményként működik, a foglalkozások megtartása pedig sok nehézséggel járt. Ezt úgy oldottuk meg, hogy mobil bútoraink voltak, két csoportszobát összenyitottunk. Addig, amíg az egyik csoport úszott vagy korcsolyázott, addig a másik csoport tudott a két csoportszobában tornázni. A 70-es években épült óvoda csaknem 50 éve nem esett át felújításon. A villany és vezetékrendszer ez idő alatt elöregedett, és a külső szigetelés is korszerűsítésre szorult. A belső fűtés az elektromosra lesz cserélve, korszerűen elektromos önszabályzó radiátorokra, amikhez az energiát a tetőn elhelyezett napelemek fogják biztosítani. Ezzel is törekszünk arra, hogy maga az épület ilyen úgynevezett zéró emisszió kibocsátó épület legyen, ami ugye nem bocsájt ki üvegházhatású gázokat. A felújítás során tehát a környezettudatossági szempontokat is igyekeztek szem előtt tartani. Az épület korszerűsítésén túl új parkolók is épülnek az óvoda mellé. A fejlesztés 200 millió forint pályázati forrásból valósul meg, és várhatóan jövő év augusztusáig tart majd.